tábla előtt, emlékezzetek a Tamásra. Mindenre sportásnak mondanám, hogy egy nagy figyelmeztetés az élettől mindannyiunknak, hogy figyeljük oda, mert sajnos a veszély mindenhol van. Nem tudunk semmit kiderülni, ha a sors úgy akarja, akkor ezzel nem tudunk mit tenni. Láthatjuk ezt a szörnyű tragédiát, ami most történt. Nem is szeretnék több szót mondani ezzel kapcsolatban. Megkérném Simon Robert urat, az Égkatonái Hagyományőrző Egyesülettől, hogy mondja el a beszédét, és majd utána megkérnék a családot a beszéd után, hogy a táblát avassa fel és vegye le róla a takarót. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogyha egy kicsit összeszedettem volt a mondani való, de semmivel nem készültem, és nem is tudok könnyen mondani semmit sem. Ez nem egy egyszerű helyzet. Köszönöm szépen. Kedves család, tiszteltetve egybegyűltek. Tamás és az Egyesület kapcsolata tavaly májusban kezdődött, amikor is itt voltunk a Puma emlék repülésen. Éppen készítette fel a repülőgépét a feladatra, amikor oda mentünk hozzá, bármit kérdeztünk tőle, válaszolt nyugodtan, tehát nem látszott rajta az, hogy ő a Nádas Tamás, ő az Európa bajnok, ő a világbajnok. Ekkor került fel a repülőgépére Egyesületünk logója, tehát a májusi Puma repülés után Áravá ment a Tamás a repülőgépével, hirdette az Egyesületünket. A következő találkozó ősszel volt Kecelen, ott rendeztük meg Jetfly-jal közösen az első repülőgép takarítási napot. Tamás az Lint választotta, hiszen egyik kedvenc repülőgépem volt, ezen tanulta a repülésének az alapjait. Hogy milyen ember volt Nádas Tamás? Idén februárban felhívtam, és felkértem, hogy repüljön az áprilisban Balatonkenesén megrendezendő AN-26-os találkozón. Mivel épp a katari járaton ült, megkérte, hogy fogalmazzam meg neki pontosan, hogy mit szeretnék e-mailben, és néhány napon belül válaszol. Nem telt el egy hét, megérkezett a válasza. Írt egy összeget, egy nem túl nagy összeget. De hozzátette, hogy ha nem sikerül összegyűjteni a pénzt, ő akkor is eljön közénk, nem ezen a pár forinton fog múlni az ő jelenléte. Az iránti érzett tiszteletből az Égkatonái Hagyományőrző Egyesület elnöksége összegyűlt, és azt a döntést hozta, hogy írjak egy kérelmet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának, hogy a Kecelen Tamás és csapata által letisztított repülőgépet Nádas Tamás névre kereszteljük. Az engedély megérkezett. A családdal történő egyeztetés után várhatóan júliusban el fogunk menni Kecelre, és felavatjuk Nádas Tamás repülőgépet. Az engedélyt szeretném átadni az édesemnek. Köszönöm szépen a figyelmet, visszaadom a szót Zolinak. Köszönöm szépen. Akkor részemről annyit szeretnék elmondani, hogy akkor közösen a családdal felavatnánk a táblát, és megkérnénk, hogy mindenki utánunk sorba helyezze el oszlopjel virágait. Álljunk meg az emléktábla előtt egy percig, és néma fölhajtással emlékezzünk meg a Tamásról, akit nem fogunk soha elfelejteni, ez mindig biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni, és gyakorlatilag ezt nem lehet felfogni, hogy elveszik valaki, egy barátot, egy sportársat, nem is beszélve arról, hogy a családnak milyen nehézségeken kell keresztül, mindannyiunknak valamilyen formában nagyon fontos,
átfújt tőle, megérkezett valahova. Ennyi akkor. Oda mennék a családhoz, és ott kérdezik a tábán Oh.